Ismét összeállították az ország 100 legjobb középiskolájának rangsorát. A heti Világgazdaság című heti lap a listát számos szempont figyelembevételével alkotta meg. Így például számítottak a tavalyi közép- és emelt szintű érettségi eredmények magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből, valamint a hazai felsőoktatásba felvételt nyertek felvételi pontszámának átlaga is. Az elmúlt években már voltunk néhány helyen előrébb. Igazából mindig nagyon örülünk ennek az eredménynek, mert azt mutatja, hogy amit az intézményben pedagógiai munkát végzünk, az sikeres és eredményes tud lenni. Abban bízom, hogy a beiskolázásunknál a bizonytalanokat ezek az eredmények meggyőzhetik arra, hogy érdemes a Krúdiba jönni. A nevelőtestület számára egy motiváló erőt jelent ez a helyezés, és egy fajta megerősítést abban, hogy jó irányban gondoljuk és tesszük a dolgainkat, ugyanakkor arra is szolgál, hogy átgondoljuk a további fejlesztési irányainkat. Az intézmény profiljában átalakítást nem tervezünk, hiszen ez egy sikeres természettudományokon alapuló, de ugyanakkor a humántudományokat is nagyon szem előtt tartó intézményi pedagógiai rendszer. Azt gondolom, hogy az apró munkában vannak a részletekben elrejtve azok a trükkök, amivel sokat lehet elérni, akár csak módszertanilag, akár csak új tanítási eljárások elsajátítása, képzések, továbbképzéseken való aktív részvétel, ez mindazt fogja eredményezni, hogy bízom benne, hogy a későbbiekben hasonlóan jó vagy még jobb eredményt érünk el. A diákok és a pedagógusok egyaránt büszkék önmagukra, egymásra és az intézményükre is, hiszen a vidéki iskolák közül a Krúdi Gyula gimnázium a negyedik lett, és országos viszonylatban is az előkelő 12. helyen végeztek. Egy másik nyíregyházi középiskola is helyet kapott ezen az összesítő listán, a Kölcsey Ferenc gimnázium a 42. lett a rangsorban.